Sziasztok, üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter, 3/3 új videó, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsikét arról, hogy mit érdemes enni reggelire. Hogyha szálkástani szeretnél, vagy fogyni szeretnél, vagy izmot szeretnél építeni, a sósat szereted, az édeset, ha bla, szóval reggeli opciókra beszélünk, és a jó megoldás az az lesz, hogy Tóás rántotta reggel 7 óra 23 perckor 8 g. Mert sajnos mindig sokan azt hiszik, hogy ez lesz a megoldás, hogy egy személyi edző, vagy akár kicsit megmondja, hogy te pontosan abban az időben, pontosan reggel 8-kor neked pontosan tojásokat kell enned, és pont ezért nem szokott sikerre járni a legtöbb diétás módszer, mert nem lesz fenntartó szokó. Hogyan válogassuk össze magunknak úgy az opcióinkat, amiből egyébként végtelen van, úgyhogy az ténylegesen fenntartó legyen számunkra. Első szempont, ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy szereted-e azokat az adott fogásokat, ugyanis hiába van neked vas akaratod, és tudod hónapon keresztül enni azt, amit nem szeretsz, nagy valószínűség szerint életmódszerűen ezt nem fogod tudni megvalósítani. Szóval, ha te nem szereted az abot, akkor nem kell zabot enni reggelire. Ha nem szereted a tojásrántát, akkor nem kell tojásrántát enni reggelire. Mindig fontos, hogy tudd, hogy több opciód van, és ha mondjuk sós reggeliket szeretsz enni, akkor a sós opciókat választ. Ha édes opciókat szereted, akkor azokat válasz. Jó? Első szempont, tehát az, hogy mi az, amit szeretsz, vagy legalábbis nem utálsz. Második szempont, amit érdemes szem előtt tartani, az az, hogy te most izomtömegnövelési, vagy pedig fogyási, szálkásítási szakaszban vagy ez, szóval izmosodni szeretnél, tömeget növelni, vagy pedig fogyni. Most igaz az, mert igaz az, hogy a napi kalória lesz a legfontosabb, ami számít, és a napi fehérje, viszont alapvetően, hogyha te fogyni szeretnél, akkor az összes étkezésedet szeretnéd úgy összerakni, legalábbis a legtöbb étkezést úgy összerakni, hogy az nagy volumenű legyen, tehát sok helyet foglaljon a gyomorodban, és tápláló legyen, és jól lakasson téged viszonylag alacsony kalóriatartalom árán. Ha te izomtömeget szeretnél növelni, akkor pedig érdemesebb lehet olyan tápanyagokat választani, amik kevésbé lakatnak el téged, és ezáltal egy magasabb kalóriaszintet is tudsz tartani. De mi lesz az tulajdonképpen, ami ellakadt téged? Most nagy általánosságban a fehérjének van az a képessége, hogy a legjobban el tud téged úgy nagy általánosságban, még egyszer mondom, lakatni. Szóval alapvetően érdemes mindenféleképpen akár szálkásítás a cél, akár pedig tömegnövelés, olyan ételt fogyasztani, amiben van fehérje. Szálkásítás alatt azért érdemes, mert csökkenteni fogja az étvágyadat, vagyis később leszel éhes, tömegnövelés alatt pedig azért, mert érdemes napi fehérjét úgy elosztani, hogy legalább 3-4 közel egyenlő egységre, és ha reggelire nem fogyasztasz fehérjét, akkor egy alkalmat elszalasztottál. Szóval bármi is legyen a cél, olyat válassz, amit szeretsz, ha a sósakat szereted, akkor a sósakat, ha édeset, akkor az édeset, és legyen benne fehérje. Szóval, ha te tömegnövelési fázisban vagy, akkor se ajánlom, hogy csak egy, mit tudom én, jó nagy adag csokafikot bekanalazzál, hanem legalább fehérjét akkor is fogyasszál. Ha pedig szálkásítási szakaszban vagy, akkor pedig ugye azért fontos a fehérje, hogy jobban el tudjon lakatni téged. Az, hogy te mivel kombinálod pontosan, mondok néhány példát. Szóval legyen benne fehérje, azon felül mi az, ami hozzá tud járulni ahhoz, hogy neked később legyen kedved megint étkezni. Alapvetően a rost, szóval válasszál olyan ételeket, amik rostot tartalmaznak. Gyümölcsöket, zöldségeket, illetve rostot tartalmaznak még teljes kiörlésű gabonák is. Szóval jó opció lehet akár szálkásítás alatt is, mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, például sonkával, megfűszerezve egy kis zöldséggel. Mi az, ami még jobb opció lehet? Nagyon sokan nem gondolnak, de például egy bundás kenyér is lehet jó opció, hiszen ott van egy mondjuk teljes kiörlésű kenyér, arra tud tenni az ember tojás fehérjét, tehát a fehérje követelményének is eleget tudtunk tenni, erre pedig rakunk egy kis bogyós gyümölcsöt, amiben rost van, és még tovább jól lakat minket. Szóval rengeteg opció van, de attól függetlenül érdemes figyelemmel tartani az opciók választásánál, vagy legalábbis a mennyiség megadásánál a napi kalóri és napi fehérje keretet. Következő szempont, amire érdemes figyelemmel lenni, hogy mennyire vagy nagy reggeliző. Van, akik szeretnek sokat enni, mert akkor éhesebbek reggel, van, akik pedig nem. Hogyha te olyan vagy, mint például én, hogy nem vagy egy nagy reggeliző, akkor nem kell neked nagyon sok kalóriát bevinni reggel, akármilyen forrásból is, vagy akármilyen, vagy semmilyen forrásból se, inkább azt mondom, mert hogyha általában vacsorára vagy éhesebb, de te ellőtted a kalória adagodnak a nagyobb százalékát már reggel, amikor eleve nem voltál éhes, csak magadba szenvedted, akkor azzal nem fogsz jól járni hosszú távon. Szóval én például azt szoktam csinálni ebben az időszakban, pláne amikor szálkásítok, hogy reggelire csak mondjuk iszok egy fehérjességet, és azt kiegészítem mondjuk gyümölcsökkel vagy zöldséggel, annak érdekében, hogy a rost miatt megint csak egy kicsit később legyek éhes, és még egészséges opciót is választottam, és nem is leszek annyira tele tőle, mint hogyha megettem volna egy nagy adag zabot, vagy nagy adag tojásán, tehát hogy bármi más. Illetve a következő szempont, amit érdemes szem előtt tartani, az az, hogy mikor lesz a következő
étkezésem, ugyanis tulajdonképpen az étkezésnek az a szerepe, hogy a következő étkezésig te tele legyél. Legalábbis ez az egyik szempont, amire érdemes figyelemmel lenni. És ha neked mondjuk 3, 4, 5 vagy 6 étkezésed van az életmódodból adódóan, akkor erre érdemes figyelemmel lenni. Ha egy óra múlva fogsz enni, akkor ne edd tele magadat, és mi az, amitől úgymond tele lehetsz, hogyha sok kalóriát viszel be, hogyha sok postot viszel be, sok fehérjét viszel be, vagy unblock nagyobb a volumene annak az ételnek, amit megeszel. Az, hogy önmagában hányszor eszel egy nap, az nem igazán számít fogyás szempontjából, izomépítés szempontjából legalább 3-4 alkalommal azért érdemes enni. Valaki 5-6-szor szeret jobban enni, ezzel nincs semmi gond, viszont én azt szoktam tanácsolni, hogy annyiszor egyél, ahányszor belefér az életmódodba. Valaki csak 3-szor tud enni, valaki meg 5-6-szor is simán. Következő szempont, amit érdemes figyelemmel kísérni, hogyha súlyzós edzést végzünk, vagy bármilyen edzést, az maga az edzésnek az időpontja. Ugyanis túl közel az edzés időpontjához nem érdemes túl sokat enni, mert akkor a te szervezet az emésztéssel lesz elfoglalva, gyomrodba fog menni a vér, nem pedig az izomba, ahova kellene, a teljesítményed sem fog tudni úgy működni. Szóval, ha te például úgy edzel, hogy nem sokkal előtte tudsz csak enni, akkor mi az, amit javaslok? Gyors felszívódású szédrátot és gyors felszívódású fehérjét. Ez lehet például egy tejsavú fehérje, kiegészítve mondjuk egy banánnal, vagy ebben az esetben például lehet valamilyen műzlit is fogyasztani. Ha viszont az edzés előtti étkezésed, az mondjuk jóval edzés előtt történik meg, tehát mondjuk egy, akár 2 óra is eltelik, akkor pedig ugye az a fő szempont, amit szem előtt kell tartanod, hogy te ne éhezzél meg az edzésem, mert azért az diszkomfort érzésekkel társulat, és még ha nem is csökken fejtelen a teljesítményed, attól függetlenül nem lesz egy hatékony edzés, szóval ebben az esetben, hogyha nagyobb időintervallum telik el az étkezés és az utána következő edzés között, akkor pedig érdemes zsírral kombinálni, vagy pedig megint csak ugye több rosttal, annak érdekében, hogy egy kicsit lassabban szívódjanak föl a tápanyagok. Következő szempont pedig, hogyha a makrókra figyelemmel vagy, akkor hogyan néz ki a többi étkezésednek a makroelosztása? Szóval én a legtöbb embernél, magamnál is úgy szoktam dolgozni, hogy a kalória legfontosabb, van egy kalóriakeret, van egy fehérjekeret, a szédrát, pedig a zsírnek az aránya, az azért változhat, pláne hobbista szinten. Alapvetően, hogyha fontosabbat a sportteljesítmény, akkor érdemes egy idézőjelben magasabb szédráton lenni arányaiban ugye a kalória kerettel, de azzal sincsen baj, ha valaki, mit tudom én, közepes zsíron és közepes szédráton van, vagy akár magas zsíron és alacsony szédráton, hogyha a fogyás a cél. Viszont ugye, hogyha neked van egy alapvetően alacsony zsírtartalmú étkezésed, de mondjuk reggelire tojássántottát ettél, akkor lehetséges, hogy már alig ehetsz meg zsírt aznap, ami nem mondom, hogy egy probléma, csak ezekre is legyünk figyelmes. Összességében rengeteg opció van, de azért, hogy mondjak egy jó párat. Szóval el fogok mondani jó néhány opciót, és elmondom, hogy azokat mikor érdemes enni. Szóval alapvetően zab, nyilván zabot ugye kell lenni, nem, egyáltalán nem kell. Ettől függetlenül egy jó opció. Zabkással, ezt is viszont kiegészíteném valamennyi fehérjével, ebbe is lehet akár bogyós gyümölcsöt tenni, hogyha cél az, hogy még kiadósabb reggel legyen, lehet bele akár tenni magvakat is, hogyha cél az, hogy később éhezzen meg az ember, akkor nem ajánlom feltétlenül a zabkását, hogyha rosszul emészti az ember, vagy akkor nem ajánlom feltétlenül a zabkását, hogyha nem sokkal étkezés után fog az első edzés megvalósulni, mert akkor valószínű, még az emésztésével lesz elfoglalva, pláne, hogy rost tartalma is magas, ami arra tök jó, hogy ne legyél éhes, arra viszont nem feltétlenül, hogy ne emészszél már, amikor edzel. Következő nagyon népszerű fogás, tojássántott. Tojássántott tökéletes, van benne bőséges fehérje, van benne zsír, elég sokáig el tudja lakatni az embert. Én ebben az esetben is kiegészítenék azért zöldségekkel, hogy milyen kicsikét később legyen éhes az illető, illetve tök jó akkor, hogyha mondjuk reggeli után kell neked szellemi munkát kifejtened, mert sok esetben vannak olyan emberek, és a legtöbb ember az ilyen, hogyha nagyobb szénhidrátot fogyaszt, akkor utána egy kicsikét bekómál. Ezzel is lehet egyébként játszani, hogyha az ember mondjuk berberint, vagy krómtablettát fogyaszt, vagy mozog egy kicsikét étkezés után, viszont nem lesz jó opció ebből adódóan se, hogyha reggelire az ember mondjuk csak is kizárólag műzlit fogyaszt, hiszen abból ugye gyors felszívódású szédrát van, nincsen benne szinte semmi zsír, nincsen benne szinte semmi fehérje, ugye az inzulin fölmegy, ami önmagában nem fog hízáshoz vezetni, ahhoz viszont igen, hogy hamarabb éhes leszel, illetve hamarabb be is kómálsz kajálástól. De egyébként tök jó opciók még ugye a korábban említett bundás kenyér, vagy akár egy proteinpalacsintát is lehet csinálni fehérjeporból, tojással összekeverve, illetve amit még fontosnak tartok kiemelni, az unblock az, hogy egyrészt nem kell reggelizned, másrészt pedig alapvetően az, hogy te mit eszel reggelire, az igazából egy ilyen nyugati társadalmi sajátosság. Mire gondolok tulajdonképpen? Voltam például mondjuk Tájföldön is, és ott nincsenek ilyenek igazán, hogy reggeli opció. Szóval alapvetően mi megszoktuk azt, hogy vannak reggeli fogások, meg vannak ebéd és vacsora fogások, és nyilván nem kell levetkőzni ezt a szokást, de tudd, hogy nincsenek igazából olyan ételek, amiket neked
kell fogyasztani reggelire, napi kalória szükségleted van, napi fehérje szükséged van, illetve azon belül olyanokat fogyasszál, amik ugye a fente felsorolt kritériumoknak megfelelnek, de az se probléma, hogyha te nem reggelizél. Szokták ugye ezt mondani, hogy a reggeli a legfontosabb étkezés, ez így önmagában nem igaz. Évekig csináltam időszakos böjtölést, már nem csinálnám rendszeresen, de akkor még úgy gondoltam, hogy akkor most sejtregenerációhoz meg fog valósulni, meg több izmot fog építeni, megsugom, ez azért nem így van. A időszakos böjtölés 3-3 lesz beíratott, bőven beszélek a témáról, de önmagában továbbra is tartom kötelezőnek az, hogy neked reggelizned kelljen. Nagyon jól tudtam akár sportestményt is nyújtani, úgy, hogy nem reggeliztem, de amióta reggelizek, meg még jobb sportestményt tudok nyújtani, jó? Szóval nincs baj az időszakos böjtöléssel, pláne, hogyha fogyás a cél, és te nem vagy egy nagy reggeliző, könnyen tudod tartani, akár reggelizés nélkül a napi kalóriát is, de hogyha azért a sportesmény fontos, én inkább azt javaslom pláne izomépítési szakaszban, hogy azért valamit próbáljunk meg reggelizni, ha nem vagyunk nagy étkőek, legalább egy proteinséket, vagy valami gyors felszívódású fehérjét, némi szédráttal és vagy zsírral kombinálva. Abban az esetben, hogyha mondjuk nem sokkal étkezés után kell edzenünk, akkor jó opció lehet egyébként a rizskása is, ugye zapkása vs rizskása, fontos a különbségek, mind a kettő tök jó szédrátforrás, a rizskását egy kicsit könnyebb emészteni, kevesebb a rost van benne, ez előny is lehet, meg hátrány is lehet, izomtömegnövelésnél ez inkább azért előny szokott lenni, szálkás testtel viszont azért ez egy hátrány, mert hamarabb éhes leszel, viszont ez nem gond akkor, hogyha mondjuk rizskását fogyasztasz megint csak fehérjével, és utána viszonylag hamar elmész edzeni, amikor már nem vagy azzal elfoglalva, hogy te emésztesz. Hogyha azt érzed, hogy a gyomrod még tele van, akkor valamit mindenféleképpen variálnék az étkezésen, vagy csökkenteném a zsírtartalmát, vagy csökkenteném a rosttartalmát, vagy megpróbálnám távolabb tenni az edzéstől. Szóval ezek voltak a legfontosabb szempontok, amikre érdemes figyelemmel lenni, hogyha az ember reggeli opciókat választ. Hogyha egyébként reggeli opciókra lenne még szükséged, akkor ajánlom a Noex applikációt, hogy alapvetően ez egy edzős applikáció, most már harmadik éve fejlesztünk, viszont bőven van benne most már több mint 200 recept is, amihez pro és elit előfizetéssel is hozzá tudtak férni, szóval ajánlom, link a leírásba, rengeteg recept, edzéstervek, komplett edzésprogramok, cikkek, leírások és egy jó közösség, ahol rendszeresen szoktam én is posztolni, ti is szoktak posztolni, időnként mémeket is, úgyhogy tök jó a közösség, jó? Hogy lenne bármi kérdés, ha szeretném még ilyen vagy hasonló videókat látni, akkor iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és komment szekcióba írd le, hogy neked mi a kedvenc reggelid, és miért az én is leírom. Jó, szóval kommentek között találkozunk, vigyázz topatokra, és sziasztok!